Az Erzsébet nagyszálloda mögötti parkoló, a Deák Ferenc utca és a 6-os számú főút egy szakasza volt, az a 930 méter hosszú pálya, ahol szombaton reggel 8:30-tól akár 12 órán át futhattak az első ultramaraton indulói. A szervezők 4, 6 és 12 órát jelöltek ki egy-egy kategóriában, egyéniben is váltóban egyaránt. A legnépesebb mezőny a 6 órás egyéniben 18 fő és váltóban 22 csapat volt. Ha jól tudom, mi vagyunk az egyetlen 6 kilométeren, illetve a 6 órába induló buli váltó, a Független Atléták Szövetsége néven indultunk 9 fővel. Ki a csapat? Családtagok, baráti társaság? Hát igen, egy baráti társaság, rokonok, összehoztuk ezt a kis csapatot, úgyhogy reméljük, hogy sikerül majd teljesíteni a távot. Rendszeresen sportolok, többnyire ijászkodok, ez most a fő, de nemrég fejeztem be a kenut, azt 3 évig csináltam. Meg hát az iskolai programokon mindig így elvisznek versenyezni, akármilyen sportprogram lesz. Nem tudom, 3 perc körül időket szeretnék, max. 3:30-akat. Szerintem 2x4-et fogok futni. A főszervező Seffer István 8-ad magával a 12 órás egyéni kategóriában indult, végül több mint 102 kilométert teljesítve 5.-ként zárt. A rendezvény sikerét jelzi, hogy a szervezőgárda felkérést kapott a szeptemberi atomfutáson, azzal párhuzamosan és egy időben az 50 kilométeres országos bajnokság lebonyolítására. Igazából nagyon jól sikerült, mind a versenyzők részéről, mind a nézők részéről. Én úgy gondolom, hogy egy olyan versenyt sikerült csinálni, amit szerettünk volna, és hát ugye azt már nem ismerem mondani, hogy a segítők azok nagyon oda tették magukat, tehát olyan segítő csapat áll most már össze itt az évek folyamán, hogy szinte hihetetlen dolgokra képesek pillanatokon belül. Az első ultramaraton elnevezésű utcai futóverseny eredményeit a www.atomfutás.hu honlapon megtalálhatják. A versenyről bővebben, valamint további interjúkat, híradónkat követő Lelátó című sportmagazinunkban láthatnak.